Üdvözlöm és köszöntöm sok szeretettel kedves tévénézőimet! Ezelőtt 3 hete ígértem önöknek valamit, hogy becsalok 2 ballagú diákot a magyar műsoromba. Mint tudjuk, 2 hete elballagtak a Németh Lászlós 12-es diákok, és ha jól tudom, tegnap és ma 8-os diákjaink is elballagtak. Örvendek nagyon, hogy ez sikerült, és a 2 ballagú diák elvállalta ezt a meghívást. Szeretettel üdvözlöm és köszöntöm őket. Mindkét osztályt képviseli egy diák, úgy a reál szakot, mint a humán szakot. Kérlek titeket, mutatkozzatok be. Köszöntünk minden kedves nézőt, köszönjük a meghívást. Én Halász Szintia vagyok, a Németh László Elméleti Liceum AB reál szakos végző diákja. Én pedig Könyves Tíme vagyok, aki C osztályt végzett humán szakon. Mikor kerültetek ki a Németh László Liceumba és honnan? Én a 5-től. Hol jártál 5-ig? 5-ig a Petredolfo általános iskolában jártam. 5-ben ki volt az oszitok? 5-ben Levendula Flóra volt az oszink. Timi, te hogy kerültél oda? Én is szintén 5-től vagyok Németh Lászlós diák, és én pedig a Nikolaj Jorga általános iskolából jöttem át. 9-től ugyancsak ott maradtatok. Miért választottátok ki a Németh Lászlót? Én személy szerint továbbra is az anyanyelvemen akartam tanulni, és nem akartam annyira elszakadni a barátaimtól se. Hogy fogadtak titeket 5-be ott? Milyen volt a hangulat a régi iskolához képest? Hát, más volt a hangulat, az biztos, mivel mindenki körülöttünk csak magyarul beszélt. Tanárok, minden diák a folyosón, és ez így megnyugtató volt. 9-től ki lett az oszitok? Nekem Mezei Tíme, a kémia, fizika szakos tanár. Timi? Nekem pedig Reinbold Mátyás Orsolya, angol és magyar szakos tanár. Eltelt a 4 év. Lassan. Vége van az iskolának, vége van a diákéveknek. Azért vagytok most itt, hogy egy picit visszaemlékezzünk emlékeitekre. Mi volt jó, mi volt kevésbé jó? Mennyi idő kellett ahhoz, hogy egy igazi osztály közösségé kovácsolódjatok? Hogy összerázódjatok, hisz több helyről jöttetek? Hát az én esetemben eléggé sokan maradtunk a régi osztályból, de volt új osztálytársunk is, nem kellett sok idő, őszintén. A tanárokat megszokni egy kicsit nehezebb volt, de szerintem elég hamar összerázottunk mind a osztályközösség. És hogy volt ez a C-osztályba, Timi? Nálunk egy kicsit furcsa volt, mert mi nagyon sok helyről jöttünk, és nekünk kellett egy kis idő, amíg összerázódunk és megtaláljuk a közös hangot, de így idővel sikerült. Mivel kezdődött a 9. osztály? Gólyatáborral, és azt követő gólyabállal, ami mindkettőnk részt vettünk. Meséljetek egy kicsit a gólyatáborról. Talán az volt először, vagy a bál? A gólyatábor. A gólyatábor. Meséljetek el, hogyan zajlik az a gólyatábor, hol rendezték meg, és milyen volt ott a hangulat? Hát a diák tanács szervezi meg minden évben, és a forrás ligetben volt megszervezve. Mi a célja ennek a tábornak? Hogy jobban megismerjük egymást, összerázódjunk, és közös élmények szerzésére segít. Hány napos egy ilyen tábor? Általában 3 napos, péntek délutántól egész vasárnap délig. Milyen programok voltak ott, és ki szervezte nektek? Általában a 9-eseknek ki szokta szervezni, hányadikosok? A 11-esek, 10-esek, akik diáktanácsosok. Tehát a diáktanács. Milyen programokat szerveztek nektek ott? Mindenféle olyan tevékenységek voltak, amikben fejleszthettük önmagunkat, és olyasmik is voltak, amik így, mint csoport ráztak össze minket. Vetélkedők, játékok voltak-e? Persze. Más liceumokban is megrendezik-e? Ezt a gólya, bál minden liceumban van, úgy tudom. Igen. Gólyatábor van-e? Hogy tudjátok ti ezt? Például a román anyanyelvű liceumokban. Nem igazán hallottam, hogy gólyatábort szerveznének-e. Ilyen gólya bulikat legfeljebb. Tehát ez Németh László hagyomány. Igen. Tanárok elkísértek-e? Persze. A 9-es osztályfőnöknek szokás szerint minden évben kísérik a diákokat és a szervező csoportot.
Ugye zajlott a gólya bál, azt kiszervezte nektek. Azt minden évben a 11-es diákok szervezik meg. Versenyeztetek-e gólya bálon? Igen. Az elején mindig szerveznek egy ilyen kis vetélkedőt, ahol össze tudjuk mérni, hogy ki mennyire ismeri egymást, mármint a párok maguk között, és hogy így teljes szinten mennyire. Hogyan éreztétek magatokat ezen a bálon? Hát az elején kicsit furcsán, olyan szokatlan volt, viszont kihasználtuk, jó alkalom volt a lógásról, egyes órákról. Nem lógás, mondjuk hiányzás hát volt, de hiányzás. Igazolták nektek igen, ezt a hiányzást, mivel hogy készülni is kellett, ugye? Persze. És az azt követő buli? Az is nagyon jó volt, ott már mindenki eleresztette magát, azaz már mindenki sokkal felszabadultabb volt, hiszen maga az úgynevezett verseny már véget ért, és már csak magunk között maradtunk. És úgy tudom, Németh Lászlós gólyabálokon senki sem tér haza üres kézzel, minden pár kap valamit, igaz? Igen, ez így van, minden pár díjazva van, ajándékokkal, oklevéllel, elismeréssel, gratulációkkal. Valamilyen fotókat hoztatok-e ezekről a tevékenységekről? A mi gólyatáborunkról néhány fotót összeszedtem. Megkérném szépen a kollégákat, hogy a gólyatáborról, hogyha fotókat megtalálják. Néhány vetélkedőről vannak fotók. Meséljetek, mi látszik ezeken. Lassabban egy picit, hogy tudjanak mesélni. Ez itt a csoportkép, szervezők, illetve a gólyák, akik részt vettünk. Ez utolsó nap készült. Itt található a nyuszi, amelyik megpróbált ijeszteni bennünket. Illetve ez egy játék közben készült. Szinte mindenki részt vett. Tanárokat, azt mondtátok, elég nehezen szoktátok meg. Volt-e kedvenc tanárotok? Itt nevet is lehet emlegetni. Szerintem sokunknak egyik kedvenc tanára Solc László tanár úr, bár mindenki rettegett tőle az elején. Elég szigorú tanárbácsi volt. Igen. Igen, mi is úgy hallottuk, még mielőtt oda kerültünk volna. De rájöttünk, hogy igazából vicces, igazságos, és rengeteg becenevet kaptunk tőle. Olyat, hogy Maszat, Kunigunda. És megszerettétek lassan. Igen, és nagyon sokat lehetett tőle tanulni, mint földrajz szempontjából, mint magáról az életről. Tehát ő nem csak tanított, hanem nevelt is titeket. Igen. Úgy tudom, az idén nyugdíjba megy. Üzenjetek neki valamit. Tanár úr, köszönjük szépen ezeket az élményeket, meg a tanítást, meg a sok jó tanácsot, amit kaptunk az elmúlt évek során. És jó pihenést, és továbbra sok kalandot kívánunk önnek. Minden osztályban szokott lenni egy-egy ilyen viccmester, hopmester. Nálatok volt-e? Egy-egy olyan diák, aki mindig kitalál, csak én mindig lehetett nevetni. Nálunk a Hajó Zoltán volt. Kis szőke, magas, hosszú nyakú. Ti mi nálatok? Nálunk is volt Móri Kristóf, ő pedig tizediktől jött át hozzánk. Volt-e olyan tanár, akivel sehogy sem tudtátok kijönni, nem egyeztetek? Ezt most név nélkül kérdezem, de mégis megkérdezem. Hát volt időszak, amikor még veszekedtünk, vagy nem egyeztünk épp olyan jól, de itt 12. végére szinte minden tanárral igazán jó kapcsolatot teremtettünk. Egy pár vicces élmény történek, diákcsiny, ami megtörtént nálatok. Például április 1-én, mikor osztályokat cseréltünk, már a tanárok azt se tudták, hogy melyik osztályban vannak, és az órákat is átállítottuk. Előrébb tekertük őket, hogy hamarabb fejeződjenek be az órák, illetve rengeteg plexidet törtünk az osztályteremben. Igen, el kell mondjuk, hogy nektek az osztályotok pontosan egy kémia labor. Igen, ahol rengeteg hármassával ültünk, és ilyen plexid volt a padoknak a szélén. Amik eléggé könnyen törtek. Igen, elárulom a kedves tévénézőknek, hogy szülőértekezleten
A szintiékoszia már előre gyűjtötte a pénzt, még nem is volt eltörve, ki volt fizetve a plexi, de mi már előre gyűjtöttük, hogy ha majd a következő törik, legyen miből kifizetni. Nos, következő kérdésem, más programok, diákcsere programok voltak-e? És ha igen, kivel, hol jártatok? Igen, volt. Volt a Hódmezővásárhelyi Németh László Elméleti Liceummal diákcsere programunk. Elsőként ők jöttek hozzánk, nálunk aludtak a diákok. Körülbelül hány diák járt akkor Nagybányán? Körülbelül olyan 20 diák, ha jól emlékszem. 9-ben volt, elég rég már. És utána pedig mi utaztunk oda, és töltöttünk el néhány napot. És ha össze kéne hasonlítani a két Németh László liceumot, mi a ti véleményetek? Szerintetek mi jobb ott, vagy mi jobb itt? Vagy egészen más a két liceum hangulata? Hát mindegyik liceum hangulata más és más, ez tény. De hát mind a kettőben megvan a jó és megvan a rossz is szerintem. Nem töltöttünk annyi időt ott, hogy meg tudjam pontosan mondani. Tartjátok-e velük a kapcsolatot? Kötöttek-e barátságok? Néhányukkal igen. Tehát tartjátok a kapcsolatot. Visszanézve, hogyan értékelitek az elmúlt 4 évet? Ha valamit vissza lehetne tekerni az időt, mi az, amit másként csinálnátok? Mi az, amit jobban kihasználnátok? Hát én mondjuk a gólya bálszervezés idejére tekerném vissza, és kicsit másképp csinálnám, mert elég sok veszekedés, vitánk volt, és így hát utólag... akkor, amikor ti szerveztétek, igen, tehát 11-esekként szerveztétek. És így utólag visszanézve nem is kellett volna annyit vitatkozzunk. Timi, nálatok az osztályban volt-e vita, mert nálunk tudom, hogy volt, a ballagás kapcsán? Milyen legyen a ruha, milyen legyen a lányok cipője, milyen legyen a, hol legyen a banket, mi legyen a menü, ez mindig is téma volt. Nálatok ez hogy zajlott? Hát nálunk mi lányok elég hamar meg tudtunk egyezni, viszont a fiúknál voltak úgymond viták. Náluk volt egy kicsit nehezebb eldönteni, hogy milyen színű legyen a kosztümjük. Mindenképpen én gratulálok, mert mindkét osztálynak nagyon szép volt, és szép a ruhájuk. Elárulom, hogy akik nem voltak a ballagáson, a lányok most a ballagó ruhájukba jöttek. Nos, mivel Roma János esperes úrunk nem tudott elmenni a búcsúztatóra a templomba, ő küldött nektek, nem csak nektek, hanem minden ballagónak egy nagyon szép üzenetet, amit én most tolmácsolok, hallgassátok meg. Ballagás után egy addig nem ismert érzés uralkodott el rajtam, hogy sehova sem tartozom. Hogy itt egy szép időszak vége, és nincs meg a következő eleje, hogy érett vagyok papíron, de nem vagyok felkészülve az életre. Hogy életre szóló döntést kell hozzak, de álmaim és a valóság két külön világ, mely talán sosem fog találkozni, és nagyon bizonytalan. Úgy éreztem, az a kis darab, biztos talaj, amin álltam, most kicsúszik alólam. Vagy inkább az élet folyamata lopta el tőlem. Hogy őszinte legyek, az a furcsa érzés nem múlt el soha. Esetleg megerősödött vagy elhalványult, de már 20 éve élek vele, és lassan megbarátkoztunk. Időközben magammévá tettem egy rövid verset, melyet egy híres és számomra nagyon kedves református lelkész, Gyökösi Endre írt, a következőképpen szól. Felhők felett fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb. Amire nézek, az vagyok, és leszek egyre inkább. Mi vagy ki az, amire vagy akire tekintek? Mert előbb-utóbb az leszek, amire vagy akire nézek. Tulajdonképpen az egész élet egy nagy ballagás. Az érettségi, majd az egyetem felé, aztán munkahely felé, aztán családalapítás felé, aztán időskor felé, és aztán mi az, vagy ki az, ami, vagy aki a nagyobb mögötti még nagyobb? Mi, vagy ki az, amire, akire nézek? Mert az leszek egyre inkább. Közben újra képeket láthatunk. Tolmácsoljátok, hol is készültek ezek a képek? Ezek a Szerenádon, illetve a ballagás környékén.
Lőacé Sekoszia. Mátyás Orsolya. Ez pedig már a banketten készült. A bankett hogy sikerült? Igazán jó volt, jó hangulat volt, egész reggeli. Bulisztom. Ez a ballagás a tornateremben. Az Oszinál milyen programokat szerveztetek? Úgy hallottam, ilyesmi is volt. Igen, hát az Oszinknál sokszor volt közös sütés, illetve kirándulás, közös pizzázás, voltunk strandon is együtt. Néhány képet hoztam. Megkérjük majd, hogy azokat is betesszük. 12 AB, és illetve a C-sek részéről is gyűjtöttünk össze pár képet. Megkérjük majd akkor a kollégáinkat, jönnek is a képek. Meséltek róluk. Itt egy angol óra keretein belül különböző tevékenységeket folytattunk, filmnézés szünetekben. Az Oszinál napozás, sütés után. Közös tanulás fél évig előtt. Tanárokkal való fogadás. Ez egy projekten belül készült. Ez is egyik angol óra csoportképe. Pillanatképek szünetekből. Az Oszinál otthon. Illetve ez egy szép csoportkép. Ez már a ballagáskor készült, igaz? Ballagás előtt fotózáskor, de ballagás alkalmával. Hát nem voltak unalmasak ezek az évek, ahogy látjuk. Timi, te hoztál le képeket? Talán van 12 C-ből is képek. Kérnénk azokat is. Ez a szerenád előtt készült. Ez mikor egy vendéget fogadtunk. Tavaly május egyeztünk, az egyik osztálytársunknál volt bográcsozás. Ez is egy pillanatkép. Az Oszinak a születésnapján, amikor megleptük. Ez szintén a bográcsozáshozás. Albumkép. Ez is egy albumkép előtti pillanatfotó. És hát az osztály. Itt is jó hangulat. Igen, ez egy fellépés előtt. Úgy tudom, Timi, te néptáncolsz is. Igen, voltak több fellépéseink. Németh Lászlónak most már van néptánc csoportja is. Hát mondhatjuk ilyen. Ez pedig szünet. Köszönjük szépen a képeket. Visszatérek egy kicsit Román János esperes üzenetjéhez. És az a kérdésem, mennyire érzitek magatokat érettnek? Mert érettségének mondjuk. Hát eléggé érettek, nem tudom, ha valaha is leszünk az élethez, de úgy vélem, hogy ha valami akadály kerül elénk, akkor annak azt meg tudjuk oldani, túl tudunk lépni rajta. Izgultok-e az érettségitől? Tanultok-e most nagyon? Hajtottok-e? Igen, hát mindent beleadunk szerintem mindegyikünk. És egyben egy kicsit izgulunk is, hiszen nagyon sok minden függ tőle, hogy hogyan sikerül. Melyik az a tantárgy, amitől rettegtek, izgultok? Szinti? Nálam a matematika. Nálad a matek, Timi? Nálam a román. Hát én kívánom, hogy ne legyen gondotok egyik tantárgyal sem. Egy újabb és egy utolsó kérdésem. Ha volna előttünk két papír, és az lenne a kérdésem, hogy írjátok le 10 év múlva, hogyan képzelitek el az életeteket?
És 10 év múlva össz-vissza elővesszük a 2 cetlit, és megnézzük, hogy mi vált valóra abból. Mit írnátok rá? Mikor én ballaktam, az osztályfőnöknő velünk ezt megcsinálta. Mindenki kapott egy papírt, volt rajta egy pár kérdés, és a 10 éves találkozón mindenki megkapta, és olyan jókat nevettünk. Hisz volt olyan, hogy nem is hasonlította az életünk arra, amit akkor mi elképzeltünk. Ti mit írnátok erre a 2 papírra? Hát én... Úgy karrier, mint család, hol gondoltátok, hogy fogtok élni? Nagybányán maradtok-e, vagy esetleg máshol? Ilyesmire gondolok most elsősorban. De azt nem tudom megmondani, hogy hol gondolom el magam, ugyanúgy Nagybányán, mint bárhol máshol, külföldön vagy az országban, de biológusként képzelem el magam, kutatóként. Ez egy nagyon szép szakma. Köszönöm, és már 10 év múlva azért család mellett. Timi? Én nagyon sokat szeretnék utazni, különböző országot megismerni, kultúrát, de közben én is egy család mellett képzelem el magam. Kívánom, hogy valóra váljanak ezek az álmaitok, és ki tudja, lehet 10 év múlva találkozunk, és újra megkérdezem. Megnézzük, hogy mi vált ebből valóra. A vers mindenkinek rovatomat most a 2 lány fogja bemutatni, hisz 2 szép verset, ballagó verset hoztak el önöknek. Megkérem, hogy olvassák fel. Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, ha szürke por belepte, a csöndtől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk, minden sebtől, mely fájt is égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek, a tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte, 2 ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv igaz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj. Hidegen hagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis mondom nektek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Köszönöm szépen, Szintia. Timi, te milyen verset hoztál nekünk? Nadi Andrétől üzenetes egykori iskolámba. Június volt, súlyogtunk, nincs tovább. Most gyertek, szabad mellő örömök, s pusztuljatok, bilincses iskolák. De elcsitult a jóker förgeteg, s helyére ült a dömbett némaság, köröttünk már az élet sörtetett. Ó, ifjúi szent megjózanodás, komoly, nagy fény, hős férfiú szerep, emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, és megélni szép, ha hozzáedzik tüzes szívkuhók, ifjú vitézlők lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, s szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt mindig hozzám végüzeneted. Táplálta tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, sűn állni meg Isten ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek éltéltem árnyai, s az elbocsátó iskolapadok. S én, vén diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm mindig újakat. Föl, föl fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ. Ha az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Köszönjük szépen a szép 2 ballagó verset. És végezetül üzenjetek valamit Zoszitoknak, ballagó diáktársaitoknak, és esetleg a most elballagott 8-os diákok szüleinek. Tietek a szó. Kedves Oszi, köszönjük, hogy egyszerre tanított, nevelt és szeretett bennünket, akár saját gyermekeit. Köszönjük a finom reggeliket, ebédeket és vacsorákat, és a sok jó tanást, amit kaptunk öntől. Önnek és volt tanárainknak sok türelmet kívánok a következő generációkhoz.
A mi osztinknak pedig én azt üzenem, hogy köszönjük mindazt, amit kaptunk tőle, köszönjük a sok türelmet, fáradozást és mindent, amit értünk tett. Remélem, hogy továbbra is fogjuk tartani a kapcsolatot, és ez a kis család, ami kialakult, továbbra is élni fog tovább. Ballagósz, a diáktársaim szüleinek, meg az én szüleimnek is azt üzenem, hogy nagyon hálásak vagyunk, köszönjük, hogy mellettünk voltak, és minden siker, amiben eddig részesei voltunk, az ő érdemük is. A nyolcadikos diákok szüleinek pedig én azt üzenem, hogy a Németh László Liceum nem csak egy intézmény, hanem egy család is, ami mindig elsősorban a diákok igényeit nézi, és azt, hogy nekik mi a jó, hogy mindenki találja meg önmagát, a saját útját járja, és hogy eközben legyen meg egy olyan hangulat, amihez bármikor visszatérhet. Köszönöm nagyon szépen nektek, és én egy mottóval búcsúzom, egy Goethe idézettel tőletek. Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, s minden elérhető. Ha van benned bátorság, remény, s szeretni erő. Én kívánok nektek és minden ballagó diáknak nagyon sok sikert továbbiakban kéz- és lábtörést vizsgákhoz. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. És köszöntsön most titeket Bojtor Jántól, Vigyázz magadra, fiam, egy ideillő zeneszám, majd Szanditól, a búcsúznunk kell. Hallgassuk meg együtt.